Jó napot kívánok! Az elmúlt időkben nem véletlenül beszéltünk rengeteget nyugdíjkorrekcióról, nyugdíjemelésről, hiszen tragikusan alacsony az átlag nyugdíj. Annyira, hogy abból már szinte lehetetlen lemondások nélkül élni. Mostanra azonban eljutottunk odáig, hogy örülhetünk, ha egyáltalán tudunk nyugdíjemelésről beszélni. A Bankmonitor számításai szerint ugyanis a tervezetnél jóval nagyobb mértékben nőtt a nyugdíjbiztosítási alap hiánya, és nem tudni, meddig tartható még ez az állapot. Más szóval a nyugdíjrendszer minden pillanatban összeomlással fenyeget. Az árnyékkormány szerint Orbán Viktor történelmi bűne, hogy hagyták idáig fajulni a nyugdíjhelyzetet. Ha a kormány tovább folytatja a rombolást és a lopást, nemhogy a mostani fiataloknak, de még a középkorúaknak sem lesz nyugdíja. Egyedül kormányváltással akadályozhatjuk meg az összeomlást, a Dobrev Klára vezette árnyékkormány szociáldemokrata fordulatra készül, amelynek részeként negyedévente nyugdíjkorrekciót és Svájc indexálású európai mértékű nyugdíjat fogunk bevezetni Magyarországon. Áremelések helyett bér- és nyugdíjemeléseket, mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. 2023. októberében az átlagos öregségi nyugdíj összege 210 ezer forint volt. Tragikusan alacsony ez a szám, az Orbáni infláció és a megszorításokkal alig maradt pénze az időseknek ételre vagy gyógyszerre. Mégis, még ez az alacsony összeg is 200 milliárdos hiányt eredményezett a nyugdíjkasszában. Nem elég, hogy 2011-ben ellopták a magánnyugdíjpénztárakat, a Fidesz álmok futása most odáig vezethet, hogy a teljes nyugdíjrendszer összeomolhat. Az árnyék kormány szerint Orbán Viktor történelmi bűne, hogy ezt idáig hagyták fajulni, ha a kormány tovább folytatja a rombolást és a lopást, nemhogy a mostani fiataloknak, de még a középkorúaknak sem lesz nyugdíja. Egyedül kormányváltással akadályozhatjuk meg az összeomlást.